Sziasztok, indul a 2024-es Afrika kupa, egyébként tavaly nyáron rendeztek volna, azonban elhalasztották térre a tornát. 2022-ben ugye már foglalkoztunk az Afrika kup kupával mélyebben, és hát idén is ezért tervezek foglalkozni ezzel a kontinens tornával, de hát ugye párhuzamosan zajlik ezzel az Ázsia kupa, amelyről már tegnap kért egy ilyen kis felvezető videó, most az Afrika kupához kapcsolódóan szintén láthatjátok, hogy kik nyerték meg eddig az előző Afrika kupákat, és egyébként majd pár két évvel ezelőtti videót is, ami még valamennyire úgy ide passzolhat majd felevenítek. Hiszen, ugye már akkor is, mint mondtam, ugye már foglalkoztunk itt az Afrika Kupával. Egyiptom a rekordbajnok, hiszen 7 nyerte meg az Afrika Kupát, Egyiptom legutóbb egyébként döntős volt, 2022-ben Kamerun 5-szer, Gána 4-szer, Nigéria háromszor tudtam tudta megnyerni az Afrika Kupát, Elefántsontpart, Algéria és a kongói DK pedig 2-szer, 2-szer, de Zambia, Szudán, Tunézia, Szenegál, Dél-Afrika, Etiópia, Marokkó, illetve Kongó is nyerni tudott Afrika Kupát, a többi válogatottnak ez még nem jött össze. Nagyon gyakran rendeznek egyébként Afrika kupát 1957 óta, tehát három évvel idősebb ez a torna, mint például az Európa bajnokság, és két évente rendezik meg ezt a kontinens viadalt, és egyébként 2021-ben és 23 ban lett volna a torna, de mindig télre halasztották. Ez ugye egy nagy érvágás a top csapatoknak, akiknek fontos afrikai játékosokat kell nélkülözniük. Ez is majd egy külön videó témát akár megérhet. Minden esetre címvédő Szenegál, amely először nyerte meg az Afrika kupát 2022-ben, ugye Egyiptom ellen, és hát idén elefántcsontpart ad majd otthont ennek az afrikai nemzetek kupájának, lesznek azért nagyobb hiányzók is, erről is majd egy külön videóban, most először foglalkozzunk azzal, hogy mely csapatok vesznek részt a tornán, és milyen csoportmeccsekre van kilátás. Az csoportban elefántcsontpart majd Bissau Gina ellen fogja megkezdeni az Afrika kupát szombat este, Nigéria is ebben a csoportban, tehát ez az elefántcsontpart Nigéria mérkőzés, ez már rögtön úgy, úgy érdekes lehet itt az csoportban noha ez a két válogatott nem volt ott ugye például a Katari vb A B csoportban az Egyiptom Gána szintén jónak ígérkezik, ugye ott van a Zöldfoki szigeteki válogatott, ugye onnan azért lehet ismerős például Zédu is vagy Stopira, akik ugye bár megfordultak a videótomban hogy magyarországi viszonylatokat is említsek, egyébként ezzel is érdemes lesz majd foglalkozni az Afrika Kupa kapcsán, és egyébként a hunfoci.hu oldalon majd tervezek ezekről a cikkeket is írni, úgyhogy érdemes megkövetni az oldalt. A C csoportban Szenegá, Kamerun és Guinea is szerepel, amint ott lesz az a gambiai válogatott, amely hát majdnem, hogy tragikus eseményen indította ezt az évet, ugye ugyebár a repülőgépükkel történtek problémák, Ugye Gambia egy hát, nagy menetelést hajtott végre, hiszen továbbította a csoportjába az előző Afrika kupán is a negyed jutott, úgyhogy Gambiára érdemes lesz odafigyelni, de a C csoport az majdnem felé egy halálcsoporttal. Na, no, a gínai válogatott lehet, hogy most nem a legerősebb, és ezért a korábbi nagyobb játékos, a Keita is már mert azért nem nyújt ö, olyan ö, szintet, de azért Kamerun és Szenegál csatája mindenképpen izgalmas lesz. Aztán ott van a D csoport, ahol ugye Algéria nagy esélyes, ugye Algéria címvédőként nagyon csúnyán leszerepelt az előző Afrika kupán és kiesett a csoportkörben, de ott lesz még Burkina Faso, Mauritánia és Angola, hát innen valószínűleg majd az a burkinai válogatott fog továbbítni, amely a legjobb négy közeit ott az elődöntőben az előző tornán. A Ferencváros szimpatizásainak érdemes lesz követni majd az olyan csoportban Tunézia mérkőzéseit, hiszen például az FTC-ből is került játékos az Afrika kupára még hozzá Ben Romdán majd a tunéziai válogatottban szerepel, de ott lesz majd Aysa Lajduni, valamint az a Srárfi, akit állítólag figyel a Ferencváros, illetve ott van még az egy csoportban Mali, Dél-Afrika, valamint Namíbia, és utóbbi két válogatott nem volt ott két éve egyébként az Afrika kupán. És hát én az F csoport, ahol ott van Marokkó, viszont Marokkóban szintén lesz egy volt Ferencváros játékos Ryan Maé, aki ugye volt NBA 1-es játékos, így értelemszerűen tehát akik a magyar focit követik, nekik is lesznek ismerős játékosok, de hát Marokkó nagy esélyese lehet ennek az Afrika kupának, ha abból indulunk ki, hogy mi, milyen teljesítmény nyújtottak a világbajnokságon. Mindezre szóval csak egyszer tudták eddig megnyerni az Afrika kupát, tehát volt lesz majd a Kongói, DK, Zambia, illetve Tanzánia és az ő csoportjukban. Így például hiányzik majd az a gaboni válogatott, amelyben hát ugye korábban olyan futbalisták játszottak, mint például ugye Obameyang, vagy például Lemina és hát Zambia is ugye visszatér erre az Afrika kupára, ugye Zambia 2012-ben 8-7-re nyerte a büntetőpárbajta döntőben Elefant csontpart ellen, pont Gabonban, az egy eléggé emlékezetes Afrika kupa döntő maradt, még hogyha 0-0 is lett. Íme itt van az első fordulónak így a programja, a torna eleje, ezekkel a mérkőzésekkel indul majd, majd az Afrika kupa, aztán majd meglátjuk a folytatást, hogy mégül... Milyen meccseket láthatunk, mindenesetre szerintem ezért ez a csoportkör, ez izgalmasabb is lehet, mint mondjuk a két évvel ezelőtti. Úgyhogy írjátok meg, nem látok ki a legnagyobb esélyese az Afrika-kupának szerintetek ebben az évben. Én egyelőre most maradnék Marokkónál, és igyekszem azért majd itt friss tartalommal, meg egyéb érdekességekkel majd az Afrika-kupa alatt jelentkezni a csatornán, mert hát ugye, mint mondtam, az Ázsia-kupa alatt is, most ezekkel a kontinens tornákkal szeretnék mélyebben is foglalkozni, úgyhogy köszönöm szépen nektek a figyelmet, sziasztok!